Jelenleg is dolgoznak a gépek és a munkások a bicikli úton. Újítják a szelidi tó és Dunapataj közötti már meglévő utat, mely az évek során leromlott állapotba került. Szegét, új aszfalt burkolatot és világítást is kap majd, közel 3 km hozban, melyet tovább bővítenek majd. Eddig rendelkeztünk 7,2 km kerékpárúttal maga Dunapataj szelidi tavon, és rendelkeztünk be 5 km Dunapataj halta között a volt gáton, tehát 13 km körüli kerékpárút, amit birtokoltunk, használhatunk, ezt most bővítjük 1,1 km-rel. Mely hosszabbítás a Szityó tértől fog kezdődni, ahol a már meglévő kerékpárút fog tovább folytatódni. A biciklisek, kirándulók és túrázók a tóparton haladhatnak majd végig, hiszen ott fog folytatódni az út egészen a horgásztanyáig. A kék muszat kék alga tanösvényen megyünk végig, maga a kalocsai horgásztanya, magaspad, és utána visszakanyozunk az erdőbe, és visszahozzuk az első-második ütem közötti kerékpárúthoz, ezen kerékpárúton. Ez reményeink szerint minden időben, és akadálymentesen és egy szép környezetben tud lehetőséget biztosítani az ide látogatóknak. Ugyanis a Dunapatai önkormányzat nem titkolt célja a biciklis turizmus felé való nyitás és a túrázók bevonzása. Minden mellett a fejlesztéseket a környezetvédelmi szabályok betartása mellett végzik, így a kerékpárutat mozgás érzékelős világítással látják el. Egy olyan közlekedést tudunk biztosítani a Dunapataj szelit között közlekedő turistáknak, munkavállalóknak, amely már a balesetmentes éjszakai közlekedést is tudja biztosítani, hiszen kivilágított kerékpárúton tud hazajönni. Ez egy mozgás érzékelős rendszer, igazából nem kerül nagyjából nekünk sok pénzbe, hiszen nem közvilágítás, nem kell rendszerhasználati díjat, füzetni államdíjat, hanem amit magunk megtermelünk, azt igazából megpróbáljuk azon a területen használni, és amikor viszont nincs forgalom, akkor nem zavarjuk a Natura 2000-es területeken lévő állatokat, növényeket, valamint nem zavarjuk a fészkelő madarakat se. A munkák jelentős részét már elvégezték, így a régi új kerékpárút akár a pünkösdi ünnepekre is elkészülhet.